Legyenek szívesek felállni, kérhetem a bírósági ítéletét. Közel 20 hónapja, 2010. október 29-én 11 cigány férfit ítéltek el 41 évre rasszista indítékból elkövetett erőszakért. Ma ugyanitt a Miskolci bíróságon ugyanebben az ügyben ismét ítélkeznek fölöttük. 2009. március 16-án Miskolcon elterjedt a cigányok között a hír, hogy a Magyar Gárda vagy a skinheadek támadást terveznek ellenük. A romák őrtüzet raktak, majd hajnali fél kettőkor egy többször lassan arra cirkáló, általuk gyanúsnak vélt autóra rátámadtak. Botokkal betörték a szélvédőjét, megdobálták kővel. Az autón esett kárt a bíróság 104 ezer forintban állapította meg. A védőbeszédemben hangsúlyosan kértem a bíróságot, hogy a társadalmi környezetet vegye figyelembe. Vegye figyelembe azt, hogy ebben az időszakban a romák ellen milyen támadások folytak, és hogy pontosan emiatt sajnos Magyarországon abban az időpontban a romák joggal tartottak attól, hogy őket támadás fogja érni. Igen, volt mitől félni, mert jöttek, szóltak, hogy készüljünk, mert támadni fognak a gárdisták, a skinheadek. Meg ugye, ha nem volt mitől félni, akkor miért járőröztek a rendőrök egész éjszaka? A legsúlyosabb vád a közösség tagja ellen intézett csoportos támadás. Tehát, hogy tettüket rasszista, magyar gyűlölő indítékból követték el. Az ügyészség ezt a vádat arra alapozza, hogy találtak egy eldobott botot, amire az volt ráírva halál a magyarokra. Ott volt a halál a magyarokra feliratva ellátott bot. Minden azt támasztja alá, hogy nem... tehát a magyarok ellen irányult ez a cselekmény. Az elsőrendű kapott 4 év, 4 hó börtön, 4 év közügyéktől eltiltás. No tip to boy. One day I'll get out of here, it's gonna be over that day. Mivel az ügyész súlyosbításért, a védők pedig enyhítésért fellebeztek, az ügy másodfokra került, ahol a bíró eljárási hibákra hivatkozva hatályon kívül helyezte a bírónő elsőfokú ítéletét, és új eljárásra kötelezte a városi bíróságot. Nem volt olyan színvonalú ez az ítélet, az elsőfokú ítélet, hogy azzal a másodfokú bíróság tudjon érdemben foglalkozni. Iratellenes, hiányos, felderítetlen, megalapozatlan, az indokolási kötelezettséget több ponton megsértő, alacsony színvonalú ítélet volt. Itt tartunk, és a Miskolc első fok újra. És mire számítok? Ne kérdezzük. Kérdezheti, de nem tudok erre sem mondani. Az ügyvédek a másodfokú eljárás alatt utána néztek a három kocsiban ülő sértett hátterének, és kiderült róluk, hogy közösségi oldalakon skinhead csoportokhoz tartoznak, az egyikük a Jobbik helyi szervezetének az alapítója, és erről meg is kérdezték a kocsiban ülő sértetteket a bíróságon. Előkerült az egyik sértetre egy fotó, melyen a fiatalember egy vaskereszt előtt náci karlendítésre gyülekező csoport tagjaként áll. A sértettek állítása szerint ők éjjel-nappalit kerestek a környéken, és egyszer csak a semmiből minden ok nélkül rájuk támadtak. Csak én nagy ütést éreztem, amellett én oldalommal lévő ablakát. Aztán láttam, hogy az első. Jó, tessék már megnézni ezt a fénykép felvételt, hogy ezen valakit felfedezik-e ismer. Hogyha ön erre a fényképre ránéz, ön szerint ez mit ábrázol, vagy milyen jellegű csoport lehet ez? Esetleg is a kézmozdulatot ismeri el a fényképre ránéz. Az elsőfokú eljárás közben végre bemutatták azt a botot is, ami a fő bizonyíték a vádlottak ellen, a botot, amire rá van írva, hogy halál a magyarokra. A vád gyakorlatilag, én azt mondom, hogy 80-90%-ban ebből a botból, illetve ezen a boton található feliratból látja levezethetőnek azt, hogy a vádlottak mindegyike egyébként a legalábbis a magyarság elleni indulattól vezérelve követte el a cselekményeket. Az elsőfokú bíróság 2 év 9 hónap előzetes börtön után végül szabadlábra helyezte a vádlottakat. Mi lesz ma este? Buli. Igen? Buli, ígyunk cigányosan, jó, berúgunk, mit mondjak még? Piti ügyből én annak nevezem, amit büntetni kell a maga módján, ezzel nincs baj, de mint garázdaság. 2 év 8 hónapja bent vannak a gyerekek a semmiért. Thank you.
Melyek a fiam? Annyira kettetlen, hogy ennyi év után. Kérhetem a Miskolci Városi Bíróság ítéletét. Bűnösök, három rendbeli társtettesként elkövetett közösségtagja elleni erőszak büntettében. A fenti bizonyítékok alapján a magyarság elleni egységes érzület is megalapítható. Ez már jogi indokoláshoz tartozik, de az esetüleges szándék kétséget kizáróan megalapítható valamennyit vádlott terhére. A feliratos botból ez a következtetés vonható le, hiszen ez a célcsoportot egyértelműen meghatározza, azonosítja, mégpedig a magyarokban. Önmagukat különböztetik meg a magyaroktól, cselekményüket a magyarokkal, mint tőlük különböző személyekkel szemben, legalább esetüleges szándékkal valósították meg a törvényi tényállás bántalmazással megvalósuló fordulata szerint. Most így összeszámoltuk így kutyafuttában a kollégámmal, hogy a korábban 40 évet osztott ki a bíróság a vádlottaknak, most 34 évnél tartunk, tehát ennyiben történt enyhülés a korábbiakhoz képest. De mindenképpen azt eredményezi, hogy a több hónapra vagy adott esetben több évre is vissza kell vonulni, még egyszer azért, mert mindenki a saját lakókörnyezetében hajnali 1:30-kor skinhead kötődésű, sértettek által vezetett autót olyan szinten támadták, hogy megdobálták és ráütöttek párat. Ennyi. És ez 4 év, 8 hónap meg az én ügyfelem esetében. Teljes képtelenség. Azt mondja erre az elsőfokú bíróság, hogy a vádlottakat a magyarság elleni gyűlöletük motiválta, és nem pedig azt, hogy meg akarták védeni saját magukat és a családjukat. Azt gondolom, hogy ez felháborító. Tehát az az üzenete ennek az ítéletnek, miután Tatár Szentgyegy után vagyunk, amikor ugye sörétes puskával lőnek agyon gyerekek, kisgyerekes apukát, hogy utána a saját magadat akarod védeni, akkor te a magyarság ellen támadsz, haroma vagy, és megkapod a több éves büntetésedet. Ez a végkövetkeztetés.